A Miskolc televízió híradóját látják március 18-án hétfőn. Most pedig jöjjenek a részletek. Van, ahol viszont örülnek a sok csapadéknak. A Bükkben több mint fél méteres hó van, Bánkúton pedig síelni is lehet, a felvonók szombat délelőttől ismét üzemelnek. A felvonók mindaddig működnek, amíg az időjárás ezt megengedi, és úgy néz ki az előrejelzések szerint, hogy bőven meg fogja engedni egész héten. Ma éjszaka, tehát holnapra, viradóra jelentős mennyiségű hóval számolunk, bár ez mindig egy lutri, mert pár száz méteren múlhat. Most azt mutatja az előrejelzés, hogy 1000 méteren lesz a fagyhatár, úgyhogy reméljük, hogy az így lesz, és Bánkúta kifejezetten havat mutat. Hétvégén több mint 2500-an keresték fel a bánkúti sípályákat, amik ismét alkalmasak sportolásra. Az utószezon várhatóan tovább tart, a cél felvonó pedig hétköznap is üzemel. A Miskolc televízió híradóját látták, friss hírekkel legközelebb, kedden este 6 órakor várjuk Önöket. Addig is keressenek minket az interneten, a minap.hu oldalon, ahol még több hírt és információt találnak, de mai riportjainkat is újra nézhetik. Maradjanak velünk a továbbiakban is. Én műsorkészítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!